Ez a hatfős gárda kapott aztán egy nagyon kemény kihívást. A világon megjelentek 1964-ben az asztali számológépek. Összesen 8 típus volt a piacon, amikor a vállalat vezetőség ebben fantáziát látott, és kvázi megbíztak minket, hogy készítsünk egy EMD gyártású asztali számológépet. Talán emlékeznek még az EMD 131-es típus számra, és a másikra a 180, nem tudom hányas, már én is lassan elfelejtem, a 158-as típusú számú gépre. Ennek az érdekessége az volt, hogy 6 hónap alatt formatervezetten, technologizáltan, széria gyártásra alkalmas formában fejlesztette ki a labor, azért, mert bevezettük a PERT rendszert. Tehát az egész, elnézést, az én személy hívó, mivel szó, viszont majd mindjárt abba hagyja. Technika, igen. Na most ez a 6 hónap alatt kifejlesztett gép lett aztán tulajdonképpen az EMG-nek egy nagy sikergyártmánya. Az EMG-ben elsőnek nagy szériában gyártott berendezés, amely körülbelül fél órás szalagütemmel készült. A műszereinket ugye 100-as, 200-as, 500-as, ha ezret kellett valamiből gyártani, akkor az már egy óriási széria volt. Ez az asztali számológép pedig egy folyamatos gyártósoron keletkezett, és a gyárnak az évi nyeresége 50%-át ez a típus hozta. Ez az asztali számológép és az EDS rendszer fejlesztése természetesen a lassan bővülő személyi létszámmal tette lehetővé azt, hogy elkezdjünk gondolkozni más irányba, és felvetettük, hogy számítógépet kellene fejleszteni, hiszen nyugatról a nagy teljesítményi gépek ugye embargó korlátozással nem hozhatók be, a keleti gépeket, Uralt, Minszket, egyebet ismertük, és nem tartottuk kellően kielégítőnek. Tehát megcéloztuk egy számítógép fejlesztését. Ezt be is tettük a vállalati tervbe, ami azzal jött vissza a minisztériumból, hogy úri huncutsággal nem foglalkozunk, és visszacsempésztük a tervünkbe, hogy ipari automatizálás címszavalat csináltuk. Tehát nálunk ugye ipari automatizálás volt a fedőnév, amellyel lehetett, szabad volt, vagy megtűrt volt a számítógépet csinálni. Ez a számítógép talán nagyon kevés ismérvet mondanék el róla, egyébként itt sajnos messziről tudom csak mutatni. Egy moduláris elven fölépülő gép volt, amelyben az aritmetikai egység tároló, stb. Ilyen egységdobozokba készült el. Az egységdobozok a ma is látható nyomtatási technikának megfelelő nagy lapokból, logikai lapokból állt össze, amely logikai lapokon kis logikai egységek, fél trigger, logikai kapu és így tovább helyezkedtek el. Ezt a rendszert egy belső SIN rendszer kötötte össze, tehát a tulajdonképpeni egységek, a tároló, a vezérlőművek, egyebek, azok egy párhuzamos SIN rendszerek kapcsolódtak, és ezen megvalósult az, amit ma mindenki a személyi számítógépében is tapasztal, hogy egy buszra van fölfűzve minden. Az belső busz konstrukcióját a munkatársaim azok nagyon könnyedén megemésztették, logikusnak látszott, szerviztechnikailag minden szempontból kellemes volt az a berendezés, amelynél a hibás egységet nem javítani kellett, csak kihúzni, bedugaszolni helyette a jót. Tehát minden szempontból egy nagyon flexibilis valami volt. Nagyobb bajom volt a külső busszal. Fölvetettük a külső buszt, tudjuk, hogy az IBM a 360-as gépcsaládján csinálta az első külső buszrendszert, ahol egy-egy vonal mellé fölfűzött számtalan azonos típusú perifériát, amely ezen periféria mellett dolgozott. A munkatársaim nem akarták akceptálni ezt az ötletet, mondván azt, hogy ha ez egy jó dolog lenne, akkor az IBM megcsinálta már, volna már. Érdekességképpen egy időben az IBM-mel jöttünk ki a külső busz, belső busz típusú géppel, az övéké valamivel korszerűbb volt.